Anyuka. Én meg még akkor a fejünket egy kicsit jobban belekalkulálom. A búbját, a búbunkat. Bú-bú-bú. Ez egy új formátum, ilyet még nem csináltunk soha. De mondd el te, én csak itt ülök ugyanabban a színűinkben, mint amiben te föltöztél. Az Ázsia Express 2 forgatási szünetében volt egy kis megakadásunk Sri Lankán. Egy kis pitty-putty. Szóval amíg ott állt a forgatás, addig végül is mi gondoltunk egyet, és akkor elindultunk felfedezni Sri Lankát. Ez még soha nem került ki. Ennek bizonyos részleteit már megmutattuk, még az Ázsia 2 második szériájában, de ez egy annyira elkülönülő kis rész volt, hogy nem is lett volna indokolt, meg időben is elcsúsztunk volna, úgyhogy most ebből egy külön sorozatot csináltunk, nem egy hosszú, amit mi most visszanézünk, mert ez még akkor elkészült. Mi ezt azóta nem néztük vissza tulajdonképpen ezeket a dolgokat. Vártuk a megfelelő időpillanatot, és azt hiszem, hogy ennél jobb időszakot nem is találhatnánk erre, mert most tényleg mindenki arról álmodik, hogy végre hadd utazzunk, és most mi is erről álmodozunk. Most álmodozunk, hogy most itt nyálcsorgatva fogjuk nézni. Éves emlékeink. Ahogy a tengerparton a meleg, simogató tengerben fürdünk. És hát a gyerekek is 2 évvel voltak fiatalabbak. Igen, úgyhogy ha most valaki azt hiszi, hogy ez a jelen, akkor... Nem. Sajnos. Sajnos nem. Most felszállunk a képzeletbeli repülőnkre, és visszatérünk Sri Lankára. Azzal indul ez a kis Sri Lankai visszaemlékezés, hogy elmentünk egy szafarira. Amihez mit kell csinálni? Fölkelni nagyon korán. Borzasztó volt. Én arra gondoltam, hogy egyszer kibírjuk. Egyszer kibírtuk. Kisbírtuk, de úr, de szörnyű volt. Na jó. Mert. Hajnali 5 óra van. Meg kell próbálnom felébreszteni a családomat. Megyünk szafarizni. Azért az én mosolyom sem volt őszinte. Mert mondjuk te azért hozzá voltál szokva ahhoz, hogy korán kezd. Én tudom, de ott éppen akkor nagyon el voltam szokva a korán keléstől. Jó reggel. Na. Jaj, aranyos vagy is reggel. Jó reggel. Szerintem a gyerekeket csak elkezdtem felöltöztetni. Jézus Mária, hogy ezek ki? Semmit nem változtatok. Én is felöltöztetni, Nóri. Persze, semmi maradj, hogy jól tenni. Engem is felöltöztetnél. Jézusom, mi volt az a rend? A szokásos. Játék zsenger. Teljesen. Borzasztó volt. Safari. Ennyit tudtam hozzá. Az állatok még szikkába. Ha félted, akkor ne hozd el, de nem fognak vele harapni amúgy. És a nyuszi akkor jön a safarira? Igen. És miért pont ez a nyuszi jön? Másik nyuszival aludtál? Aha. Nem akarom, hogy megsértődjön a fényeket. Kis nyuszikák voltak, még ők is. De fogunk becsinni. Nem tudom, benne lesz, de te emlékszel, hogy itthon hagytad a valamidet, és vissza kell fordulni. Igen. Mi maradt a fényét az éjjéped? Persze. Majdnem jók voltunk, csak Park ott hagyta az elemeit, meg a pénztárcát és a telefonját a hotelben. Tehát magyarul én semmit nem tudok felvenni, hogyha most nem megyünk vissza. Nagyon magabiztosan és lendületesen elindultunk, még időben is voltunk, de vissza kellett jönnünk, hogy kicsit megcsúszunk, de nem baj. Az állatok megvárnak a napfeltelte, nem biztos. Ezt te nagyon élvezed? Akkor jó. Mit szól neked, hogy tetszik? Nyuszinak hogy tetszik? Micsiben mondom. Fázik az arca? Elég gyorsan megy az autó az úton, kicsit igen fázós. Push, Forrest, push! Megy fel a nap. Jó, de reggel volt. Hát gondolom, itt várják az embereket. Atyai. Félsz?
ez egy nagyon bejáratott dolog, tehát ez abszolút standard reggeli program. Milyen sorban állás van majd a vissza hátkor? Emberek normálisak? Szerintem valamire nagyon vigyáznak. Jó, tudom ez mi? Ez olyan, hogy nem tudod, nincs lámpa. És akkor így csak a kezükkel így irányítják. Gondolod, közlekedési rendőr irányítja? De hát ott van. Igen. De hát ez közlekedési rendőr, nem? Oda nézd minket, soron kívül beengedtek! Igen, jó sofőr választott. Figyelni, hogy ki látni. Autóval fog menni, nem szállhatunk ki az autóból, mert veszélyes. És észre kell venni az autóból őket, hogy hol vannak. Ott például van egy kutya. Hú, ott egy kutya! Rendesen sorban. Itt még nincsenek szerintem állatok, mert az emberek közelében általában nem szoktak lenni. Jaj, kis műszika volt. Még a reggeli hajom. Ilyenkor én még aludni szoktam, te is. Csomóan mennek be, mi meg itt szobrozunk. Napközben följön. Nem vagyunk mi szobrok. Ez a napfelkeltét, ezt elbuktuk. Az első az az, hogy nem lehet fizetni. Nem lehet szemetelni, nem lehet elefántot ütetni, nem lehet trombitálni. Hangoskodni. Azaz hangoskodni, nem lehet inni, kutyát akkor behozni. És nem lehet kiszállni az autóból. Ja, és nem ez lehet fontos kiszállni se az autóból. Ajjaj. Most itt tulajdonképpen akkor elkezdődött az állatkeresgélés? Igen, aki lát egy állatot, az szóljon. Jaj! Látod a fáváltat? Óriási gödrök voltak. Sétálnak előtt ügyeltet a fáváltat. De végre használtam a teleoptikában. Soha nem használom teleoptikát. Soha. Ne jó, de így milyen jól jött. Itt jó. Olyan zöld a papagáj, hogy nem vettük észre, de teljesen beleolvad a környezetébe, láttad, Benci? De jó, nagyon fontos. Hát ezzel magunknak tényleg. Pont olyan zöld, mint a bokor, konkrétan. Csodás szépen. Csodás. Ez így a vízcsak. Megvan a papagáj. Igen, papagát még palitkába láttam. Igen, most büszke voltam. Ez a fantasztikus, nem? Hogy mit azok az állatok, amiket az állatkertben lát, ezek így itt élnek. Azt nagyon zavarja őket, hogy mi itt elkocsikázunk. Nem, hozzá szoktak azért, hogy szalon vadállatok, szóval annál kevésbé szalon, mint az állatkertiek, mert azért ők tényleg vadon vannak, meg együtt vannak, azért az elég nagy különbség. Azért a papagájt megeszi a tigris, meg nem tudom, szóval... Hát mit tudom én, jó lehet, hogy nem. Az zőzikét megeszünk. Miért nem esz meg a papagáj? Nem esz meg? Lehet, hogy még ezt bánuljuk, lehet, nem. Kezdődik, hogy mi bánuljuk őket. Pont úgy. Kezd gondolják, na hát kik ezek a furcsa állatok? Kik néznek ki itt, vajon most itt? Igen. Ki van itt a szája? Igen. De ez nem most.
ebből nem csesz semmit. Hogy hűsölget a kocsolába. Ez műanyag szerintem, ez mozdulatlan. Kicsit megállunk. Gyere, gyere! Megmutatjuk, hogy kell cukrot rakni a kávénba. Következőképpen kavarjuk. Körkörösen mozgatjuk a kezünket, és amikor úgy érezzük, hogy már nem korcog a cukor, akkor várhatóan eloldódott. Na mehet tovább? Ezt lehet mondani, hogy ez zötyögős ez az út, nem? Nem, most miért mondod, milyen párnázott tékeket? Jó papotelek. Ez teljesen jó, igen, eléggé keleti kényelem. Ez most kemény lesz. Na, megyünk. Hogy nagyon vannak itt a fán, nagyon sok. Itt már pont alszik vissza szerintem. Jaj, de szép felvételeket csináltam. Majd Mozartról. Nézd, ott a távolabbi fán is vannak. Látod őket, Mici? Igen. Igen. Mici elvesztett a gyerekedőség. Jaj, de szép. Szeretném ezen a ponton elmondani, hogy ezeket a felvételeket nem a BBC természet videósaitól vásároltuk, hanem én készítettem. A teleobjektíved. A teleobjektívem, amit szinte soha nem használok. Ez egy teljesítmény, mert a két videó minősége között azért van egy ilyen hirtelen ugrás benne. Ugye? Hát itt, te mint szakmabéli rögzítek, ott meg csak úgy vagolok. Egyre csigázottabbak vagyunk. Tényleg én már rosszalak, és a jövő egy másfél két óráján, nem látjuk az állatokat, nem jönnek. Nem igaz, amúgy jöttek. Valahol ez nekem tetszik, hogy ezeknek az állatoknak azért van annyi szabad döntési jó. Nem akarják, hogy el tudnak bújni ebben a nagy nemzeti parkban annyira, hogy a kíváncsi turisták ne lássák őket, hogy mi jövünk a nagy csicsékkel. Az elefántok meg azt mondják, hogy hol a fületekben, mert mi tudjuk, hogy hol van az a kis szeglet, akkor senki nem fog tudni utána jönni. És ma szabadságon vagyunk, ma nem akarunk veletek találkozni. Szevasztok! Érződik a sofőrünkön is, hogy kétségben van esve. Mindenkit megkérdezett, aki szembe jött más kicsimpel, hogy mi mit látott, és aztán most visszafordult. Már láttunk rengeteg elefántot, akit én már éreztem vadállatszagot is. Most szerintem kergetünk egy elefántot. Jaj, jó, ez egy romantos. Biztoska átérben zötyög. Ott megy elefánt! Ott az elefánt, Menci. Ott van, nézd. Hát ott. Szia, elefánt. Na, ott a telomtikám. Mici így alszik. Közben az elefánt ott áll a háttérben. A Benci is csak ásított egyet erre a jövőről. Végre! Láttuk az elefántokra a gyerekeink azokat. De miért menj? Miért hajnali ötöl itt a szafari? Mit szól? Itt az elefánt. A világ legviccesebb dolog, hogy itt az elefánt. Ez így felébredhetett. Mit szól? Itt az elefánt. Itt az elefánt. Hú! Halló! Itt áll mellettünk az elefánt. Itt az elefánt, nézd itt. Itt sétál mellettünk, meg szilásod. Na, no. Elpattam. Szia elefánt, szia tapolt. Valóban láttunk már elefántot, de azért itt eszközelben végig csak így a vadonban. A gyermekeink viszont más gondolnak erről. Befizetünk drága pénzért magukat, aztán majd. Na, meglettek az elefántok, most már több is van. Jaj, de csak egy kicsi elefánt. Ez egy jumbo. Egy kicsi elefánt. Dumbo. Vagy, ja igen, egy jumbo az mondja. Csendben, nyugalomban itt ülni. És hallod, hogy én eszegélnek. Szóval ez azért nagy feeling. Olyan béke van ebben. Na, újra National Geographic videósaitól megkapott anyag. Milyen ügyesen fog ezzel a bumfordi ormánnyal. És amúgy csomagolni. Így tekeri a hand, de milyen ügyesen csinálja. Köszönöm.
felvételek. Tudod, hogy az elefántnak bojtos a farka vége? Ez engem mitokra meglepett. Azért hangja legyeket, jobban el tudja elsőgetni. Most is ezt a legtöbb elefántnak is csak öt kis farka van, nem? Más elefántoknak csak a legvégén van. A farka legvégén van a kis lófarok szerint. Lófarok szerint? Apa, nyom egy elefánt szelfit. Elefánt szelfit, de ritka van. Jaj, videó lesz. Ez egy 4 fős család. Ja, és még a fa mögött is van, csak szólok. Ez egy 5 fős család. Ő a papa, mama, egyik gyerek, másik gyerek. És még a bokorban is van egy gyerek. Jaj, Venci, most lesz elefántos selfing, gyere. Ma menjünk be. Menjünk be, már most már. Kávét szeretnék. Ágyat szeretnék, medencézni szeretnék. Jó. Én pedig éhes vagyok. Te is éhes vagyok. Van kenyér. Bye bye. Ja, ennyi volt. Igen, hát itt már az elefántokra a végén akadtunk rá. Hát ez bizony Melissa Beach. Imádom a tengerfart. És itt ez bizony bocsánat. A tengerfart. Itt van egy pici ugrás. Igen. Mert itt visszatértünk a szállodába, reggeliztünk, szerintem ott aztán kimentünk még nagyon kicsit medencézni, és aztán jött értünk a sofőr, aki egyébként az a sofőrünk, akivel egyébként a produkció alatt is furikáztunk ott jobbra-balra. Aha. És eddigre már kibéreltünk egy házat az óceán partján, Melissa Beach közelében. Igen. Melissa Beach, az Sri Lanka legfelkapottabb tengerparti része. Nagyon sok szörfös jár oda. De a lényeg az, hogy itt talán a legfelvilágosultabb az élet. Tehát ott nagyon sok ausztrál olyan vállalkozó van, aki eljött nyaralni. Angolok is. Angolok, és aztán itt ragadtak, mert beleszerettek a helybe. Úgyhogy vigyázzatok, mert nem sokára nekem a Melissa, ha nem vigyázom. Ó, de jó lenne. Nyissunk már egy. Ugye? De jó lenne. Mert egyébként volt egy kedvenc helyünk, azt hiszem az is majd látszani fog a vlogban, a Doctor's House, ahova én bármikor el. Visszatérnénk. Tehát az fantasztikus. Azt mondod, lehet utazni. Sri Lanka hamarosan nyit egyébként, ezt már igen. Tudjuk. És a lényeg az, hogy itt már mi annyira jól éreztük magunkat, mert itt van, hogy ötvöződik ez a romlatlan, kicsit még felfedezetlen ázsiai hangulat. Igen. Azzal az egyébként modern kultúrával, kényelemmel, amit meg tökre szeretünk. Úgyhogy itt ez az első találkozásunk Melissa Beach-el, amikor jövünk. Nézzük már! Nézzük már! Ez bizony a tengerpart. Itt a kajága! Jaj, de jó volt ez egy. We would like to We'll definitely call you, yeah? It, yeah, it will. Well. Well, hello, sofer. Well, night or well morning. But I want to take like 3 hours to come here. Fejlő. Yeah. 11 o'clock. But hívta? Yeah. Emlékszem, hogy a nevére? Thank you. És ez a ház, amit béreltünk. Azt látjátok, hogy a nappaliba benne van a medence? Ez a valami volt legjobb. Kiugrasz, és ott a valami, amit... És így kiugrik, hogy a nappaliból kiugrik. Te már vett közöl is? Csodálatos, hogy tudod, milyen ez egy hónapra el akartunk volna jönni annól régen. Sose csináljuk. Igen. Három szintes volt. Három. Sikerült megint egy jót foglalnod. Milyen? Igen, itt... Emberi expert vagyok, azért ezt tegyük hozzá. Let me give you the credit. Ezt. Nem csak itt, azért általában ebben jó vagyok. Szálláskeresésben egyszer jó vagyok. Abba is jó vagy, meg az ágy. Apa! Na jó. Nem úgy, csak na. Hogy... Mert... Jó, szerintem enged. Bizuska sokkot kapott. Ez teljesen abszolút. Ledgombok volt a legem. Így, mert próbáld beledobni. Jó nagyotok! Állá! Na mit szólsz, Vencó? Ott látod a tengert, ahogy szüres. Hello, Mito!
Úristen, de jó volt. Hangosan zúg a tenger, hogy nem csinálnál valamit, én nem tudok vágni, mert nem hallom a saját. De ott mit vágtál? Én tudom, az mit izlandi vlogot. Izland. Nem emlékszel? Izland meg a kiskosárka. Itt volt a kiskosárka névadó utána. Amikor kiértünk először Kolombóba, amikor ültünk, ott vettük át az izlandi vlogokat. Kiskosár névadója, az a Doctor's House-ban vettük fel a névadót a kiskosárhoz. Ja, tényleg, most már emlékszem, ott álltunk a bárpultnál. Igen. A hangos. Nem tudok mit csinálni, mert túl zajos, és mindjárt rászólok a szörfösökre is, hogy hagyják abba. Összerakok valamit a konyhába, és mi csinálják? Ez a férfiak sorsa. Jaj, szegény! Jaj! Menjünk bevásárolni akkor valami dolgokat. Imádok nyaralni! Hallottatok ezt a mondatot? Mit szókám? Hát jó, ez a hinta! Tetszik? Lassítva rázza a haját a meleg szélben. Mikor leszel ennyi? Mikor visszaérik áll az utazásról. És vettünk hozzá a gyertyákat, egy virágot, egy gombát, meg egy annyi számot, amennyi éves leszek. Ugyanis hat leszek. Ugyanis hat leszek. Akkor volt, akkor lett. Hat. Hat. Most meg 8 leszem, úgy már is 8. Nagyon sokat. Még jó, hogy mi itt vagyunk, és segítünk neked. Jó, hogy beszélsz, hogy az őszülni fognak. Hát, jó. Legalább egy szinten lejjebb mentünk. Már csak a gyűjtünk, és karatot nem szeretünk tűzeni. Az egész nap megyünk lesz minden, és majd lesz egy ilyen virágfolyó, virágvízesés az egyik oldalán. Mert a videózás legyenek rajta. Tavi rózsás? Igen. Ilyen tortát jelentik. Jó, és egyébként ebben van ilyen legyen. Ebben van ilyen, jó. Szállát. Ebben is van ilyen. Gekko, nem gyík. Ilyen tortája nem lett aztán, nem? Nem, mást kért utána, mert itt Sri Lankán szereted vele a pávába. A pávás lett, igen. És pávás tortája, tényleg azt akartam még mondani, hogy ott a Benci mondja a kasszára, hogy baby könnyű. Igen. Ez a baby könnyű, ez nem tudom, nektek megvan-e, de ez ilyen ovis slang. Tehát, hogy ezt a gyerekeink ezt úgy tudják, ezt a szót, hogy mi szülők nem használjuk, igen, ezt a baby könnyű. Abszolút olyan és szó. Teljesen rejtélyes, mert minden családban tudják a gyerekek azt, hogy baby könnyű, igen. És sehol nem a szülőktől tanulják. És egy nagyon jó szó. Baby könnyű. De én ezt használom azóta. A nyelv folyamatosan megújul. Ez baby könnyű. Baby könnyű. Ott a gyík! Gekko, nem gyík. Gekko. Gekko sziszi. Sziszi ezt mondta egyszer, amikor kicsi volt. Ott a gekko. Ott a gekko. Gekko, szi. Megjöttünk! Gekko, szi. Az első Ázsia. Még ehhez képest is 2 évvel korábban. De jó, úristen, de jó volt ez ott. Vége. Ennyi? Hát úristen. Ennyi egy epizód. Atya úristen, ribabörös lettem. Annyira jó volt. Na jó van, hát ez volt az első epizód. Még mostani képeket azért nézzétek meg az ehhez az epizódhoz tartozó fotókat. Nézzétek meg. Innen folytatjuk. Innen folytatjuk valóban.